Bethlen István a 20. századi magyar politika egyik legjelentősebb és a konzervatív nacionalista politikai gondolkodás egyik utolsó nagy alakja, 1874. október 8-án született Gernyeszegen, Marosvásárhelytől északra, Maros-Torda vármegye egyik akkortájt alig 2000 lakosú kis román-magyar községében. Apai és anyai ágon egyaránt régi erdélyi nemesi családból származott. Noha Bethlen Gábor fejedelemmel nem állt rokonságban, a családi emlékezet így is több kiváló politikussal, diplomatával, katonával és tudóssal büszkélkedhetett. Apai nagyapja, gróf Bethlen János, a reformkori erdélyi országgyűlés mérsékelt liberálisainak a vezére volt, anyai nagyapja, gróf Teleki Domokos pedig diákpárti politikus és Erdély egyik vezető dualizmuskori közéleti tekintélye. A gyermek Bethlen István 9 éves koráig Erdélyben, olykor édesapjának mezősámsondi, máskor anyai nagyszüleinek gernyeszegi vagy kolozsvári kastélyában nevelkedett. Ekkor Bécsbe a monarchia egyik legrangosabb és igen előkelő iskolájába, a Teréziánumba került, ahol 10 évig élt és tanult. Középiskolai tanulmányait 1893-ban fejezte be kitüntetéssel. Ezt követően 1896 karácsonyáig a Budapesti Egyetem Állam és Jogtudományi Karát látogatta. A 3,5 éves pesti jogászkodás után fél évet angol egyetemeken töltött. 1897 őszétől pedig egy évig katona volt, majd 1900 nyaráig a Mosonmagyaróvári Agrárfőiskola előadásait hallgatta. Tanulmányait befejezve visszatért Erdélybe, ahol átvette a szülői örökség őt illető részét, és gazdálkodni kezdett. Földingatlan tulajdona 5,5 ezer katasztrális holdat tett ki. Ennek évi jövedelme mintegy 19 ezer forintra rúgott, ami többé-kevésbé megfelelt egy miniszter éves szintre számított akkori fizetésének. Erdélybe visszatérve azonnal bekapcsolódott a helyi, majd az országos politikai életbe is. A megyegyűléseken már 1898-99-ben is részt vett, képviselővé, országgyűlési képviselővé pedig 1901-ben választották először. A politika csinálás különböző szinteken ettől kezdve elválaszthatatlanul hozzátartozott az életéhez. Az 1919-21-es időszaktól eltekintve 1901-től 1939-ig folyamatosan parlamenti képviselő, ezt követően pedig felsőházi tag volt. Emellett több gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális szervezet tagjaként vagy vezetőjeként is számottevő tevékenységet fejtett ki. 1918-19-ben az ellenforradalmi erők egyik fő organizátora, 1919 őszén titkos erdélyi miniszter, 1920-ban a békedelegáció főmegbizottja, 1921-től 1931-ig pedig miniszterelnök. 1931 után semmilyen kormányzati pozíciót nem vállalt. Horthy egyik tanácsadójaként és a jobbra tolódó kormánypolitika konzervatív és konzervatív liberális ellenzékének informális vezetőjeként, ennek ellenére egészen 1944-ig a magyar politikai élet meghatározó személyisége maradt. A rendelkezésünkre álló szovjet dokumentumokból úgy tudjuk, hogy 1946. október 5-én hunyt el egy moszkvai rabkórházban. Az a közel fél évszázad, amely Bethlen Istvánnak, mint politikusnak átélni adatot, Magyarország újabbkori történelmének egyik legdrámaibb időszaka. 1901-ben, amikor először választották képviselővé, Magyarország még egy európai középhatalom része volt, a magyarság egészen tartozott szuverenitása alá, és az európai politikát európai hatalmak irányították. 1946-ban, amikor meghalt, az ország már negyed százada a kisállami létet szokta, a magyarság negyede másodszor is kisebbségi sorba került, és Európa a két világhatalom egyik ütközési zónájává vált. Ezzel egyidejűleg korszakos átalakulások történtek az ország belső életében is. Az arisztokrácia, amelynek gazdasági, társadalmi és politikai vezető szerepe a századfordulón
még egyaránt vitán fölül állt, 1946-ra a szószoros értelmében eltűnt, pontosabban eltüntették a magyar közéletből. A munkásság és parasztság pedig, akiknek az ügye a század előn még nem ritkán egyszerű rendőri, illetve csendőri ügy volt, a társadalmi és kulturális emancipálódás régóta kívánatos és szovjet megszállás nélkül is elkerülhetetlen útjára lépett. Mindeme változások az egyéni életutak alakulását is nagymértékben befolyásolták. Számos 20. századi politikust ismerünk, aki pályáját a jobb oldalon kezdte és a bal oldalon fejezte be, vagy megfordítva. Bethlen István fél évszázados közéleti pályája nem tartozik az ilyen fordulatokban gazdag, nagy ívű életutak közé. Ahhoz a szellemi politikai krédóhoz, amit részben a családi tradíciók és a környezet, részben pedig iskolái és a századvégi, milleniumi Magyarország szelleme plántáltak belé, és amelyet egyetlen szóval és jelzővel liberális konzervativizmusnak nevezhetünk, élete végéig ragaszkodott. Ennek a számos kortársára is jellemző, liberális színezetű konzervativizmusnak a politikai alfája és omegája a 19. század elejé liberalizmus alapeszméinek, illetve a 19. század közepi hazai polgári átalakulás tényének az elfogadása és helyeslése volt. Határozottan szemben állt azonban ez az irányzat minden olyan törekvéssel, amely ezen a 20. században már egyre inkább megújításra váró társadalmi és politikai rendszeren, akár a politikai jogok radikális kiterjesztése, akár azok megszüntetése, bolsevizmus, fasizmus formájában alapvető változtatást akart. Azon a fajta népképviseletem, amely a 19. századi liberalizmus elméletében és gyakorlatában egyaránt és kizárólag csak a vagyonos és művelt rétegek politikai érdekérvényesítési lehetőségeinek a biztosítását jelentette, és amelynek eredményeként a magyar arisztokrácia és birtokos nemesség továbbra is megtarthatta vezető szerepét, Bethlen és társai lényegében a 20. századba lépve sem akartak változtatni. Vagy amennyiben mégis, akkor csak igen óvatosan és lassan, és mindig a történelmi fejlődés során szervesen keletkezett intézményeket és formákat megtartva, vagy azokból kiindulva. A 20. század első felének belső társadalmi viharai és nemzetközi fejleményei mindazonáltal Bethlen politikai nézeteit és gyakorlatát is befolyásolták és alakították, ha nem is olyan látványosan és nagymértékben, mint néhány kortársáit. Ahogy az ország életében, úgy az ő személyes pályáján is az 1918-as összeomlás, az azt követő forradalmak és végül Trianon jelentették a legnagyobb cezúrát. A második szakasz határt a 30-as évek közepére kialakult kül- és belpolitikai helyzet idézte elő. A hitleri Németország előretörése külpolitikailag hathatósan elősegítette a magyar revíziót. Belpolitikai szempontból ugyanakkor azokat az antiparlamentári szélsőjobboldali törekvéseket erősítette, amelyek Bethlen konzervativizmusával stratégiailag ugyanúgy összeegyeztethetetlenek voltak, mint az 1919-ben megtapasztalt kommunizmus. Nyilvánvaló, hogy az ország kül- és belpolitikai helyzetének fenti változásai ugyanazon az eszmei bázison álló emberek számára is másféle feladatokat adtak, befolyásolták problémalátásukat, és politikai helyi értéküket is módosították. Ebben az értelemben Bethlen István három pályaszakaszát különböztethetjük meg. Az 1918-1919 előttit, az 1918-19 és az 1933-34 közöttit, és végül az ez utánit. A forradalmak előtti Bethlen politikájának meghatározó vonásai az általánosságban vett konzervativizmuson túlmenően, az agrárizmus, a történelmi elitizmus és a kormánypolitikához képest markáns nacionalizmus volt. Mindhárom szorosan kötődött társadalmi helyzetéhez, azaz erdélyi arisztokrata nagybirtokos mi voltához. Bethlen sohasem tagadta, sőt többször hangsúlyozta, hogy az 1848-as forradalom előtti állami korlátok és fejedelmi szeszélyek felszámolása, valamint a forradalom eredményeként kibontakozó
idézem, szabad gazdasági tevékenység a 19. század második felében Magyarországon is ismét idézett óriási anyagi fejlődést és a termelés szédületes fokozását hozta magával. Úgy vélte azonban, hogy ez a fejlődés egyoldalúan az iparnak és a kereskedelemnek kedvezett. Az agrárszektort viszont hátrányos helyzetbe hozta. Ebből kiindulva bírálta a korlátlan gazdasági szabadság elvét, az illojális versenyszellemet, sőt az ipar és a kereskedelem idegen kezekbe, azaz zsidó tulajdonba kerülését is. Mindezekkel egy határozottabb és kifejezetten agrárius jellegű állami szociálprotekcionizmus elvét szegezte szembe. Ennek legfontosabb elemei a következők voltak. Az ipar mérsékeltebb és a mezőgazdaság fokozottabb állami szubvencionálása, az agrárszektor hatékonyabb vámvédelme, a mezőgazdasági hitelek kamatfeltételeinek javítása, a hitbizományok rendszerének fenntartása, sőt, kiterjesztése a közép- és kisbirtokokra, s végül a termelési, fogyasztási és értékesítési szövetkezetek egész országra kiterjedő hálózatának a létrehozása. A 19. század utolsó harmadában kialakult liberális állam politikai intézményrendszerét ezzel szemben nem megváltoztatni vagy módosítani, hanem konzerválni akarta. Mivel választójoggal csak a vagyonos és vagy művelt felsőbb rétegek, az összlakosság 6%-a rendelkeztek, s így a történelmi elit, az arisztokrácia és a gentry politikai vezető szerepe továbbra is megmaradt, a liberális doktrína, illetve államberendezkedés és a tradicionális elitizmus ellentmondása a 19. század végéig élesen nem manifesztálódott. Egyre nyilvánvalóbbá vált azonban ez a konfliktus helyzet a 20. század elejétől kezdve. Ekkorra a magyar társadalomban jelentős városi polgárság és munkásság alakult ki, amelyek a parasztság lassan emancipálódó felső rétegeivel együtt a politikai érdekérvényesítés jogát kezdték követelni a maguk számára. A réginek és az újnak ebben a harcában betlen konzekvensen a régi, azaz a funkcionálisan progresszívből konzervatívvá váló liberalizmus és ezzel összefüggésben a történelmi elit pozícióinak a megőrzése érdekében foglalt állást. Minden olyan törekvéssel, amely ezen a rendszeren érdemben változtatni akart, például a választójog demokratizálásával, vagyis kiterjesztésével és titkossátételével, határozottan szembefordult. Az arisztokrácia és a gentry nemzeti érdekként felfogott vezető szerepét betlen rétegek történelmi érdemeivel és a nemzet irányításához elengedhetetlen tudásával és felhalmozódott tapasztalatával igyekezett igazolni. A feltörekvő új társadalmi rétegeket ezzel szemben úgy mutatta be, mint amelyek mindeddig csak gazdasági téren éltek el eredményeket. Ám arról, hogy milyen a politikai kultúrájuk, a nemzeti eszméhez és érdekekhez való viszonyuk, áldozatvállalási készségük, stb. Semmit sem tudunk még. Ez utóbbit 1901-ben jelentette ki. 1910-ben, amikor a régi és új harca kiéleződött, már jóval érdesebben fogalmazott. A demokrata és polgári radikális ideológiákat ekkor nemzetellenes méreganyagként, ez az ő kifejezése jellemezte, és halaszthatatlan nemzeti feladatként láthatta azt, hogy, idézem, ez a méreganyag a közéletből eltávolítassék, idézet bezárva. Agrárius szociálprotekcionizmus és történelmi elitizmus ilyen formán szervesen kiegészítették egymást, és mint politikai programok a hagyományos vezető rétegek gazdasági, társadalmi és politikai hatalmának a megőrzését, illetve megszilárdítását célozták. Az erdélyi románsággal, illetve Erdély jövőjével kapcsolatos betleni koncepció kiindulópontja az a meggyőződés volt, hogy a románság politikai törekvéseinek jellege a 19. század végére megváltozott. Addig hangoztatta 1907-es parlamenti szűzbeszédében, és attól kezdve szinte évről évre, az erdélyi románság még Magyarországon belül követelte magának a nemzetiségi jogok tágabb körét. A román fejedelemségek 1861-es egyesülését,
és a román állam függetlenségének 1878-ban bekövetkezett nemzetközi szavatolását követően azonban egyre inkább tért hódított körében az irredentizmus, és valódi céljává Erdély és a Román Királyság egyesítése vált. Ebből a diagnózisból logikusan következett, hogy a magyar nemzetiségpolitika feladatát Bethlen egészen 1918-ig nem a kollektív nemzetiségi jogok, vagy általában az állampolgári jogok kiterjesztésében, hanem a nemzetiségi és vegyes etnikumú vidékeken élő magyarság gazdasági és kulturális pozícióinak az erősítésében, illetve a románság további gazdasági térnyerésének a megakadályozásában, valamint politikai érdekérvényesítési és kulturális önszerveződési lehetőségeinek a korlátozásában látta. Konzervatív beállítottságából természetszerűleg következett, hogy Bethlen nem csak a tanácsköztársasággal, hanem számos alapkérdésben már az 1918-19-es demokratikus átalakulási kísérlettel is szembefordult. Élesen támadta a Károlyi, illetve Berinkei kormány földreform tervének szociális radikalizmusát és a pénzügypolitikai tervek gerincét alkotó progresszív vagyondésmát. 1919. februárjában saját, kormányellenes, jobboldali konzervatív pártot, a Nemzeti Egyesülés pártját alakított. A későbbiekben, 1919 tavaszán és nyarán az emigráns magyar politikusokat tömörítő antibolsevista komité vezetőjeként tevékenykedett Bécsben. Az 1918-19-es forradalmi időszakot haláláig a magyar történelem egyik mélypontjának tartotta. Ekkor nagy megrázkódtatásai azonban egészében véve mégsem jobbra, hanem korábbi önmagához képest valamelyest balra sodorták. Az új helyzethez való alkalmazkodás első lépéseként 1918 őszén feladta régi nemzetiségpolitikai koncepcióját és Jászi Oszkár demokratikus rendezési elképzeléséhez közeledett. Meglazultak kapcsolatai az agrárizmussal is, amely pedig a forradalmak bukása után elérkezettnek látta az időt arra, hogy az ipart és a nemzetgazdaság egyéb ágazatait végre valóban alárendelje a mezőgazdaságnak. 1920 nyarán és őszén kiállt a 19. századi liberális örökség mellett, fellépett a különítményesek terrorakciói ellen, bűnbocsánatot ígért a szociáldemokratáknak, és megértést mutatott a parasztság föld éhségének korlátozott mértékű kielégítése iránt. Bethlen liberalizálódásának és ezzel együtt járó barlatolódásának, azaz jobb középre kerülésének négy egymást erősítő oka volt. Először a nemzetiségeknek, mint az állam egységét és a magyar szupremáciát veszélyeztető kisebbségeknek a leválása. Másodszor a forradalmak tanulságai, amelyek a hagyományos uralmi rendszer társadalmi és politikai alapjainak a kiszélesítése mellett szóltak. Harmadszor a középrétegek egyes csoportjainak 1919-1920-as antiparlamentáris, jobboldali radikális és antiszemita fellépései, amelyek Bethlen ízlésével és politikai felfogásával elvileg és hosszabb távon összeegyeztethetetlenek voltak. S végül negyedszer a győztes nyugat-európai országok liberális demokratikus államberendezkedése, amelyhez egy velük szövetkezni és rájuk támaszkodni akaró kis országnak és politikusának elkerülhetetlenül hasonulnia kellett. Mindezek az eszmei ideológiai hangsúlyeltolódások és részben új politikai irányvételek, kiegészülve remek taktikai érzékével, az ekkor 47 éves Bethlen Istvánt kiválóan alkalmassá tették arra, hogy a Trianon utáni újrakezdés vezető politikusa, miniszterelnök, és mint ilyen az úgynevezett Horthy rendszer konszolidációjának az irányítója legyen. A felmerülő problémák és a megoldandó feladatok jellege alapján Bethlen 10 éves miniszterelnöksége négy egymást követő kisebb időszakra osztható. Az első szakaszt, amely 1921-től 23-ig tartott, a belpolitikai stabilitás alapjainak a megteremtése, a másodikat,
1923-tól 25-ig az ország pénzügyi helyzetének szanálása és a gazdaság fellendülésének megalapozása, a harmadikat 1927 és 1929 között egy modern szociálpolitika alapjainak lerakása, valamint a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés és a revízióra való felkészülés, és végül a negyediket 1929-től 1931-ig a nemzetközi gazdasági válság hazai jelentkezése, és ennek következtében a konszolidáció válsága jellemezte. A belpolitikai stabilitást 5 döntő lépéssel alapozta meg Bethlen. A Habsburg ház 1921. novemberi detronizációjával, amely kihúzta a szőnyeget a legitimista királypártek alól, és tartósította Horthy eredetileg ideiglenes gondolt államfői szerepét, az 1921. decemberi úgynevezett Bethlen-Peyer paktummal, amely normalizálta a szociáldemokrata párt és az ellenforradalmi rendszer viszonyát, a jelentős parasztdemokrata szárnyal rendelkező kisgazdapárt konzervatív beállítottságú egységes kormányzópártá formálásával 1922. februárjában, az 1919 őszén bevezetett viszonylag demokratikus választójog korlátozásával 1922. márciusában, amely következtében a választójogosultak összlakossághoz viszonyított aránya 40%-ról 28%-ra csökkent, és a választók közel 80%-a továbbiakban nyíltan szavazott, és végül a legbefolyásosabb szélsőjobboldali csoport, a Gömbös Gyula vezette úgynevezett fajvédők kiszorításával a hatalomból 1923 nyarán. A belpolitikai konszolidáció befejező lépéseként került sor 1926-ban a régi főrendi ház örökébe lépő új felsőház felállítására. Politikai intézményeit és azok működését tekintve az ilyen módon létrejött kormányzati rendszer korlátozott, azaz autoriter elemeket is tartalmazó polgári parlamentarizmus volt. A parlamentáris demokráciákkal mindenekelőtt a dualista időszakból átvett liberális intézményrendszer, többpártrendszer, parlament, parlamentnek felelős kormány, a bíráskodás szuverenitása, pluralista szellemélet, stb. Rokonította. Az autoriter állammal pedig ezen intézményi struktúra antidemokratikus működtetése, vagyis az, hogy a parlamentáris demokráciák gyakorlatától eltérően a politikai hatalomért folyó versenyből a társadalom jelentős csoportjait kizárták, a versenyben résztvevők számára pedig egyenlőtlen feltételeket biztosítottak. Ilyen az érdekérvényesítés szabadságát korlátozó és az állampolgári egyenlőséget sértő elemek voltak a korszakban már példanélküli nyílt szavazás és a központi végrehajtó hatalom túlzott befolyása, amelyek a dualista időszakot is jellemezték, valamint új jelenségként a sajtószabadság korlátozása és a vallási, illetve faji diszkrimináció. Arra, hogy a kormánypárt megbukjon, és egy demokratikus típusú parlamenti váltogazdálkodás alakuljon ki, e rendszer keretein belül nem volt mód. A belpolitikai stabilitást, amely a forradalmi és ellenforradalmi időszak kaotikus viszonyai után az évtized közepére kialakult, a társadalom nagyobb része megnyugvással fogadta. Kétségtelen viszont, hogy ez a stabilitás nem demokratikus, hanem autoriter alapokra épült. Gazdaságpolitikai szempontból Bethlen eleinte egy alapvetően önerőre támaszkodó defláció-szanálási politika sikerének a lehetőségében bízott. Külkereskedelmi politikai szempontból ugyanakkor a háború előtti, csupán mérsékelt vámokkal korlátozott, szabadabb nemzetközi forgalom gyors helyreállítását feltételezte. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy ez az út járhatatlan. 1921 végére, 1922 elejére ezért a kormány eldöntötte, nagyobb összegű külföldi kölcsönért folyamodik. Ennek kibocsátása 1924. júniusában kezdődött el. A pénzügyi stabilizációval közel egy időben került sor az új vámrendszer kidolgozására és életbelítetésére. Ennek a lényege az iparvédelem és iparfejlesztés volt. Bethlen gazdaságpolitikájából
amelyet az agrárius érdekeltségek folyamatosan bíráltak, logikusan következett, hogy az évtized második felére jellemző fellendülés elsősorban az ipar területén mutatkozott meg. Az ipari termelés 1924 és 1929 között több mint 70%-kal emelkedett, és az 1929-33-as gazdasági világválság előestéjén mintegy 12%-kal múlta felül a háború előtti szintet. A gazdaság újjászervezése, fellendülése és az életkörülmények ezt követő javulása nagymértékben visszahatott a politikai életre. Belpolitikai szempontból a politikai stabilizáció befejezésének és a 20-as évek második felére jellemző kiegyensúlyozott kormányzásnak az alapjait teremtették meg. Ugyanakkor egy átfogóbb szociál- és kultúrpolitika kialakításához is jobb feltételeket nyújtottak. A szociálpolitikai reformok sora az 1920-as évek közepéig elhúzódó mérsékelt földreformmal kezdődött, és a társadalombiztosítás újjászervezésével folytatódott. A kötelező betegségi és baleseti biztosításban részesülők körét 1927-ben kiterjesztették, és egyben növelték a biztosítottak szociális kedvezményeit. Egy évvel később, 1928-ban bevezették a kötelező öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosítást. Mindkét nagy biztosítási forma elsősorban a különböző városi munkás rétegekre terjedt ki, a mezőgazdasági munkásságra nem. A szociálpolitika egyéb szektorai közül nagyobb előrehaladás történt még a lakásügy és a közegészségügy terén. 1920 és 1930 között 290 ezer új lakóház épült fel, ami közel 25%-os növekedést jelent. Ugyanezen időszakban a 100 ezer lakosra jutó orvosok száma csaknem megkétszereződött, a 100 ezer főre jutó kórházi ágyak száma 329-ről 467-re emelkedett, és a csecsemőhalandóság 19 ezrelékről 16 ezrelékre csökkent. A kultúrpolitika eredményei közül legnagyobb jelentőségű a népiskolai hálózat fejlesztése volt. Ennek is köszönhető, hogy az analfabetizmus aránya 15%-ról 10%-ra csökkent. Fontos volt továbbá a Kolozsvári Egyetem Szegedre, a pozsonyi Pécsre költöztetése, a Debreceni Egyetem felépítése, valamint az ösztöndíjrendszer kiépítése, kiterjesztése és a külföldi kollégium hungarikumok hálózatának a kialakítása. A magyar hazát, hangoztatta Bethlen kultuszminisztere gróf Klebersberg Kuno saját korán is túlmutató érvénnyel, ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra teheti meg és teheti ismét nagyjá. A trianoni határokat Bethlen vezető társaihoz és a társadalom politikailag tudatos részéhez hasonlóan igazságtalannak és megváltoztatandónak tartotta. Külpolitikájának legfőbb célja ezért mindvégig a határok revíziója volt. A kalandorság mindazonáltal e téren is távol állt tőle. Idézet következik. Ma Európa helyzete olyan, hogy békét akar minden áron. És ha nem illeszkedünk bele Európa érdekeinek szövevényébe, ha nem alkalmazkodunk politikánkkal Európa érdekeihez, akkor akármennyire van igazunk, mint békebontó állíttatunk oda, és semmi téren nem fogja siker koronázni tevékenységünket. Válaszolta karcsörtető kritikusainak 1923-ban Gustav Stresemann, a német külügyminiszter teljesítési politikájával összhangban. Fél évtized múltán, amikor a Olaszország nyíltan szembefordult a versailles státuszkóval, és Berlinben is megkezdődött a külpolitika vágányainak átállítása, egészen másként beszélt. Don Quixote azonban ezután sem lett. A konszolidációs eredményeknek köszönhetően a konzervatív uralkodó rétegekkel, illetve kormányzati rendszerrel szembeni társadalmi ellenállás a 20-as évek második felére jelentősen mérséklődött. Egyes feltételezések szerint nem kizárt, hogy ebben az időszakban, idézett, még egy titkos és széleskörű választás is Bethlen Istvánnak biztosított volna majoritást, azaz többséget a parlamentben.
Pillanatok alatt megfordult azonban az ország hangulata akkor, amikor a gazdasági világválság hazai jelentkezése következtében a nemzeti jövedelem növekedése megállt, majd visszaesett, és az állami szociálpolitika addigi forrásai elapadtak. Az új helyzetben a társadalom minden régi ellentéte kiújult, és a kormányzattal szembeni bal és jobboldali kritika egyaránt felerősödött. Bethlen a válság alatt is konzervatív parlamentáris kormányzati rendszerének a megóvására törekedett, és mind a bal, mind a szélsőjobboldali nyitás elől elzárkózott. A demokratikus ellenzék követeléseinek, amelyek a titkos választójog általánossá tételére és a szabadságjogok kiterjesztésére, illetve ezek alapján egy úgynevezett nemzeti koncentráció létrehozására vonatkoztak, makacsul és megingathatatlanul ellenállt. Az alsóbb társadalmi rétegek titkos választójoggal való felruházása hangoztatta, idézem, a nyers tömegek uralmához vezet, és azok az országok, ahol a tömegek uralma válik úrrá az egész nemzet felett, a pusztulásnak vannak kitéve, idézet bezárva. Nem fogadta azonban el Horthy Miklós és az időközben honvédelmi miniszterre avanzsált Gömbös Gyula statárium bevezetésére és különböző antiliberális és zsidó ellenes lépések megtételére vonatkozó javaslatait sem. Az agrár lobbinak annyi engedményt tett, hogy 1930 nyarán bevezette az úgynevezett boletta rendszert, ami a mezőgazdasági ártámogatás egyik fajtája volt. Az ipari vámvédelem megszüntetéséhez azonban, ami az iparárak csökkenését és néhány hazai iparág leépülését eredményezte volna, nem járult hozzá. Az ismét deficitessé váló államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében mérsékelt adóemeléseket vezetett be és csökkentette a költségvetés kiadásait. Intézkedései nem voltak hatástalanok, ám csak kismértékű és átmeneti javulást hoztak. 1931. augusztusában azért úgy döntött, hogy lemond, és másnak engedi át az elkerülhetetlenül népszerűtlenséggel járó, megszorító politika igazolását. Visszavonulását átmenetinek gondolta, és azzal számolt, hogy a válságot nagy valószínűséggel követő gazdasági fellendülés idején ismét miniszterelnök lehet. Ismeretes, hogy a nemzetközi események alakulása és a hazai belpolitikai élet válság alatti és utáni fejleményei miatt erre többé soha nem került sor. A gazdasági válság és az erre válaszként adott állami beavatkozás világméretű térnyerése Bethlent megerősítették abbéli hitében, hogy a 19. századi laissez-faire típusú liberális gazdasági modellhez többé nem lehet visszatérni. Eszményképévé egyre inkább az Egyesült Államokban és Németországban is eredményesnek mutatkozó irányított piacgazdaság vált. A magántulajdont, a vállalkozás szabadságát és a verseny lehetőségét természetesen továbbra is a gazdaság alapvető működési feltételeinek tartotta. Az irányított piacgazdaság koncepcióját akkor ideológusainak és politikusainak a többsége a liberális intézmény struktúra felszámolásának, illetve korporatív jellegű átalakításának a programjával kötötte össze. A magyar vezetők közül ez jellemezte például Gömbös Gyula, Imrédi Béla és Teleki Pál törekvéseit is. Bethlen esetében azonban a legcsekélyebb mértékben sem mutatható ki egy ilyen összefüggés. Amikor a 30-as évek első felében Gömbös miniszterelnök a német és az olasz példa alapján egy fasiszta típusú tömegpárt megszervezését, valamint a parlament érdekképviseleti jellegű átszervezését fontolgatta, és ezzel összefüggésben felvetette a szociáldemokrata párt és a szakszervezetek felszámolását, továbbá a baloldali sajtó likvidálását is, Bethlen határozottan szembefordult ezekkel a tervekkel. Egyik 1934-es előadásában azt igyekezett bizonyítani, hogy minden tartós szellemi és politikai irányzat a legfejlettebb népektől, Európában tehát nyugatról indul ki. A 20. századi pártdiktatúrák ezzel szemben Kelet- vagy Közép-Európában keletkeztek, amelyek nem csak hogy általánossá nem válhatnak,
hanem az életrekelésüket előidéző efemer körülmények elmúltával maguk is meg fognak szűnni. Én tehát, jelentette ki, idézem, az ezer éves magyar tradíció alapján állok, és nem kérek sem a nyakló nélküli nyugati demokratikus fejlődésből, de nem kérek semmiféle diktatúrából sem, idézet bezárva. A későbbiekben ugyanerről a platformról támadta Imrédi Béla antiparlamentális törekvéseit, és barátja Teleki Pál magyar útnak nevezett neokatolikus korporációs ideológiáját és tervezett alkotmányreformját. Nagyon határozottan és egyértelműen lépett fel az 1938 és 1941 közötti zsidó törvények ellen is. Ezeket gazdasági és külpolitikai szempontból felelőtlenségnek és károsnak, humanitárius szempontból pedig elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartotta. A 30-as évek közepétől kibontakozó új helyzetben Bethlen politikai helyi értéke ismét módosult. Miniszterelnöksége idején igazi politikai ellenfele a demokrata baloldal volt. A 30-as évek második és a 40-es évek első felében azonban az antiparlamentáris szélső jobboldal foglalta el ezt a helyet. A demokrata baloldal ugyanakkor szövetségesévé vált. Mindebből azonban tévedés lenne azt a következtetést levonni, hogy Bethlen maga is demokrata lett. Erről szó sem volt. Szövetségük valójában a szélső jobboldallal, illetve a fasizmussal szembeni pillanatnyi vélemény és érdekazonosság platformján alakult ki, ami nem jelentette a két fél jövőképének azonosságát. A demokraták kormányzati eszménye a nyugati típusú polgári demokrácia volt, míg Bethlené továbbra is az 1920-as években újjáformált 19. századi antidemokratikus, elitista parlamentarizmus. Az első világháború után kialakult tömegdemokráciákat, ezért változatlanul, idézem, beteg és elfajult demokráciának tartotta, és úgy vélte, hogy a merev többségi elv a jövőben is bizonyos korrektúrákra szorul. Mivel ez az arisztokrácia és a birtokos nemesség, vagyis a történelmi elit domináns helyzetének a végét jelentette volna, képtelen volt megbékélni egy komoly földreform gondolatával is. A nemzetközi élet eseményei 1939-40-ig Bethlen várakozásainak megfelelően alakultak, és kisebb kitérőktől eltekintve a magyar külpolitika is az általa elképzelt irányban haladt. 1938-ban Magyarország békés úton visszakapta Csehszlovákiától azokat a határmenti, döntően magyarok lakta területeket, amelyeket Bethlen 1920-21-ben és a későbbiekben is az első helyen kért. 1939-ben és 1940-ben visszakerült Kárpátalja és Észak-Erdély is, ugyancsak fegyveres konfliktus nélkül. A magyar külpolitikának ezt követően Bethlen szerint kivárásra kellett volna berendezkednie. Ismeretes, hogy az 1940 utáni magyar kormányok részben nem akartak, részben nem tudtak megfelelni ennek az elvárásnak. A Németország melletti túlszoros felzárkózást és a nyugattól való leszakadást Bethlen éles kritikával illette. Különösen nagy hibának tartotta a Szovjetunió elleni háborúhoz való csatlakozást 1941 nyarán, amelyre senki sem kényszerítette az országot, majd az ezt követő hadüzenetet az Egyesült Államoknak. Befolyását a továbbiakban mindig e hibák korrigálására próbálta labda vetni. 1942-43-ban részt vett a Kállai kormány különbéke kísérleteiben. 1944 nyarától pedig a Moszkvával való kapcsolatfelvétel és fegyverszünet legfőbb szószólója volt. Stratégiailag azonban 1944 nyara után is a nyugati orientáció híve maradt. Haláláig úgy képzelte, hogy a szovjet jelenlét átmeneti, 2-3 éves jelenség lesz a térségben, amelyet hosszú távú angolszász befolyás fog felváltani. Ideológiai alapállásából és külpolitikai prognózisából következett, hogy Bethlen a háború utáni politikai kibontakozást nem kapcsolta össze radikális társadalmi és politikai átalakulással. Az új kormányt kizárólag polgári politikusokból kívánta létrehozni, és a szociáldemokraták bevonásával
csak feltételesen számolt. A külpolitikai fejlemények és a hadihelyzet alapján 1944 végére tudomásul vette, hogy a szociáldemokraták, sőt a kommunisták aktív részvétele nélkül a kibontakozás nem képzelhető el. Ám a magántulajdon alapján álló polgári pártokkal szemben a két munkáspártnak továbbra is alárendelt szerepet szánt. Ez volt az oka, hogy némi habozás után 1945 elején Moszkvában végül úgy döntöttek, hogy Bethlen Istvánt, aki 1944. decemberre óta a magyarországi szovjet főparancsnokság vendégszeretetét élvezte, vagyis hát internálták és őrizetbe vették, kivonják a magyar politikai életből és a Szovjetunióba szállítják. Mint Gyekanozov, szovjet külügyi népbiztos helyettes a magyar politikus sorsát eldöntő 1945. február 17-i feljelentésében írta, idézem, Bethlen átállásának a tényét a Vörös Hadsereg oldalára politikai manőverként kell értékelni, amelynek a célja, hogy mentse önmagát és azokat a polgári elemeket, amelyek mögötte állnak. Ha most, amikor Magyarországon aktivizálódni kezdtek a jobboldali elemek, a magyar reakció olyan tapasztalt képviselőit engedjük politikai tevékenységgel foglalkozni, mint Bethlen, az csak a jobboldali erők pozícióit erősíteni az országban. Mindezek alapján úgy gondolom, Bethlent ténylegesen el kell szigetelni, le kell tartóztatni, és a Szovjetunióba kell szállítani. Idézet bezárva. A nyugat-európai polgári demokráciákban, ahol a parlamenti patkó centrumában, vagy attól jobbra, vagy ott is elhelyezkedő kereszténydemokrata, kereszténszocialista és más konzervatív és konzervatív liberális színezetű pártok a háború utáni évtizedekben a baloldal pártjaival együttműködve alakították ki a társadalom legelesettebb rétegeit is szociális védelemben részesítő jóléti társadalom modelljét, és szilárdították meg az állampolgárok közötti teljes politikai jogegyenlőséget biztosító liberális demokrácia intézményrendszerért, Bethlen Istvánra minden bizonnyal kulcs szerep vált volna. A Szovjetunió Vörös Hadsereg által felügyelt kelet-európai népi demokráciák politikai saktábláján azonban nem volt számára hely. Halálával kapcsolatban sokáig különböző legendák keringtek. A magyar nemzet 1993. május 18-i számában közölt orosz levéltári dokumentumok alapján azonban ma már pontosan tudjuk, hogy természetes halált halt, ami, idézem, nagyfokú általános érelmeszesedés miatt bekövetkezett szívbénulás nyomán állt be, mégpedig a Butirskaja nevű moszkvai börtönkórházában 1946. október 5-én. 1994. júniusától jelképes hamvai hazai földben nyugszanak. Emelkedett szelleme, európai látóköre és demagógiától mentes nemzeti elkötelezettsége, amelyek pályájának második és különösen harmadik szakaszában jellemezték, és amelyek szimpla politikusból államférfivá avatták, azonban mindmáig hiányoznak a magyar politikai közéletből. Köszönöm a figyelmüket!